rákötések, visszatérítendő támogatás, a részletekről Simó Károly adott tájékoztatást. Felkészülés a rendkívüli időjárásra, koordinációs értekezletet tartottak az érdi katasztrófavédelmi kirendeltséget. Mindenki karácsonyfája, ma délelőtt az érdi főtérre is megérkezett a Mikulás. Köszöntöm a kedves nézőket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Szerdán az adósság konszolidáció kapcsán megtartott sajtótájékoztatón dr. Aracki András országgyűlési képviselő egy újságírói kérdése reagálva az érdi sportcsarnok pénzügyi helyzetével kapcsolatban is kedvező hírekről számolt be. A politikus szerint az adósság átvállalás mellett a sportkomplexum teljes vételárának kifizetésében is számíthat a város a kormány segítségére. Meg lesz a fedezete a sportcsarnok és uszoda, tegyük hozzá, ehhez tartozik egy 33 méteres vízilabda mérkőzések lebonyolítására alkalmas uszoda is, a hátralévő vételárának a kifizetésére. Ennek a határideje, ha jól tudom, 2014. március 15-e, nem fenyeget semmilyen olyan veszély, amely megakadályozná ennek a teljesítését, mármint a vételár hátraléknak a teljesítését, és emiatt nem kerülhet arra se sor, hogy vissza kelljen adni a jelenlegi tulajdonosnak. Ez a sportcsarnok, ha közvetve is, de Érd város tulajdonába fog kerülni teljes mértékben, 100%-ban. 2014. április 30-áig minden háztartás köteles rákötni az újonnan kiépített csatornahálózatra. Az előkészületi munkálatokat érdemes még az idén megkezdeni a várható tavaszi roham előtt. Hogy miért, arról Simó Károly, az Érdi Csatornamű Társulat elnök helyettese adott tájékoztatást. 2013. november végén elindult a csatornahálózat műszaki átadása, amely várhatóan december közepére lezárul, így elindulhat a köztéri átemelők próbaüzeme is. Ez azt jelenti, hogy a teljes érdi szennyvíz csatornahálózat az átemelőkkel együtt üzemképes lesz, vagyis továbbítani tudja a szennyvizet az érdi szennyvíztisztítóba. Ez ugye aktuálisan teszi gyakorlatilag szinte mindenki, egész pontosan mindenki számára, aki még nem kötött rá a csatornára, azt, hogy az ő saját ingatlanát érintően, ha még nem tette, akkor elkezdje az előkészületeket. Egyes ingatlan tulajdonosok esetén az én nagyon határozott és nagyon konkrét javaslatom az, hogy legalább 3 nyomós érv van arra, hogy még most 2013. decemberében elkezdjen foglalkozni a kérdéssel, és legalább a tervezését kezdje el a belső házi szennyvízhálózatnak. Ez a 3 oka következő. Egyrészt most mindenki év végéig meg fogja kapni a rákötési engedélyt, ami egy lehetőséget biztosít arra, hogyha szeretne, és amennyiben az időjárás engedi, akár már most, ha lehetséges, akkor rá is kössön. A rákötési engedélyben az lesz benne, hogy a határidő az 2014. április 30. Simó Károly elmondta, hogy legalább 10 000 olyan család lesz, aki tavaszra hagyja a rákötést, amely több szempontból sem tanácsos. Áprilisban, hogyha a 10 000 közé fog tartozni, akkor 10 000-en próbálnak majd 50 akkreditált mérnököt keresni, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy zsúfoltság lesz, mindenki majd azonnal akarja, és mindenki szeretné akkor hirtelen megcsináltatni, de akkor tavasszal már kevés lesz az idő. Addig van még 4-5 hónap, tehát jó bőven van idő arra, hogy felkészülni. Tehát ez az első az, hogy a zsúfoltságot, ami tavasszal várható, azt mindenképpen kerülje el. A második nyomos érv az, hogyha megtervezi a belső hálózatot, akkor fogja tudni az adott ingatlan tulajdonosa, hogy körülbelül hány méterről van szó, tehát hány méter kell kiépíteni, fogja tudni azt, hogy megfelelők-e szintek, tehát ahol kijön a házból a cső, az olyan szinten van-e, hogy beletalál-e gravitációsan a kiépített házi szennyvíz, házi aknába, tehát amit legfeljebb a telekatárból 1 méterre helyeztek el, vannak jelzések az arra nézve, hogy időnként nem a megfelelő szintre tették. Ilyenkor jelezni kell a társulat ügyfélszolgálatán, ez akkor lehet, hogyha egy mérnök kiment és bemérte és látja, hogy a szintek nem találnak. Ezt tavasszal természetesen a kivitelezőknek javítaniuk kell, de ez az a jó, hogyha minél hamarabb kiderül, hogy akkor lehessen ezeket a jelzéseket megadni. Tehát ez a második ok, hogy
fel lehessen készülni arra, hogy hány méter cső kell, milyen szintek vannak, és ebből azt is ki lehet számolni, hogy tavaszig körülbelül mennyi pénzt kell összespórolni valamilyen módon, hogy meglegyen az anyagi fedezete is annak, hogy rá lehessen kötni. Az érdi önkormányzat készült erre a beruházásra, a belső bekötésekre, hangsúlyozta az elnök helyettes, így létrehozott egy pénzügyi alapot, ha rákötéskor valakinek pénzügyi nehézségei támadnak, akkor pályázati úton visszatérítendő támogatást kérhet legfeljebb 50 ezer forint értékben. Ennek a pályázatnak a része kell az legyen a terv, amiből kiderül, hogy hány méter csövet és milyen költségekkel építeni. Tehát minél hamarabb elkészíteti ezt a tervet, annál hamarabb össze tud állni az az ügyirat csomó, hogy be tud nyújtani arra annak érdekében, hogy megkaphassa ezt a visszatérítendő támogatást, úgy, ahogy ez tavaly is, idén is meg volt, jövőre is nagy valószínűséggel ki lesz írva ez a pályázat, és lehet igényelni egy támogatást. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy ha valaki 50 ezer forintot igényel, és mondjuk 24 hónapra igényli, akkor körülbelül havonta 2000 forint visszafizetésével ezt lehet teljesíteni. Tehát igazából ez egy könnyebbség arra nézve, hogy meglegyen a pénz arra, hogy rá tudjon kötni, és tudja aztán ezt a csatornát, ami elkészült. Ez a három érv arra nézve, hogy még most, 2013. decemberében keressenek meg egy mérnököt. A mérnökök listáját közzétettük korábban az érdi újságban, és közzétettük a honlapunkon is. Újból közé fogjuk tenni egyébként legkésőbb januárban az érdi újságban, hogy kezdjék el őket keresni, kezdenek el felkészülni a rákötésre. Én tudom, hogy most az időjárás olyan, hogy nagyon ritka esetben lehet most elvégezni a rákötést, de lesz majd valószínűleg enyhébb idő is tavasszal, és akkor, hogyha mindenki felkészült erre, akkor nagyon rövid idő alatt rá lehet kötni, és ez a 4-5 hónapos felkészülési időszak végére mindenki, aki szeretné és komolyan gondolja, rá fog tudni kötni a Szennyvíz csatorna hálózatra. A csatornázással, rákötéssel kapcsolatos kérdésekre az ügyfélszolgálati irodán is részletes tájékoztatást adnak az ügyfeleknek. Koordinációs értekezletet tartottak délelőtt a Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság érdi katasztrófa védelmi kirendeltségén. A megbeszélés témája a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés volt. A koordinációs értekezlet célja elsősorban az volt, hogy az egyes szervek megfelelően felkészüljenek a téli időszakra, a rendkívüli időjárásra, mondta Livanics Dénes kirendeltségvezető, majd hozzátette, hogy a védekezés során fontos a megfelelő irányítás és az együttműködés. Az idejében a márciusi hóhelyzet, ami országosan rávilágított erre a probléma forrásra, amit sikeresen tudott akkor kezelni az országból lévő szervek, de szeretnék erre még jobban felkészülni, és hogyha netán egy hasonló előfordulna idei tél folyamán, akkor megfelelő módon gyorsan és hatékonyan tudjuk kezelni ezt a helyzetet. A kommunikáció talán az egyik legfontosabb dolog. Egyrészt a számunkra, a lakosság fele, illetve a társzervekkel való kommunikáció, ami fontos, tehát értem ez alatt a rendőrséggel, a közöttkezelő ZRT-vel való együttműködést is, illetve hát az önkormányzatokkal való együttműködés nagyon fontos, ezért is hívtuk meg az önkormányzatok védelmi referenseit, és most velük közösen zajlik az értekezlet, pontosan ezért, hogy a kapcsolatási pontokat át tudjuk beszélni, illetve ha valamilyen szakmai kérdés felmerül a kollégákba, akkor azt most lehet tisztázni, illetve a korábbi évek tapasztalatait is meg tudják osztani egymással. Októberben megalakultak a járási mentőcsoportok, így a rendkívüli téli időjárás során az ő segítségükre és együttműködésre is számítanak majd. Az érdi kirendeltség területén 5 járás van, mindez 5 járás megalakultak a mentőcsoportok, erre nagyon büszkék vagyunk. Itt különböző önkéntes és karitatív szervezeteknek az összevonására van gyakorlatilag szó, tehát ezek a szervezetek eddig is végezték a munkájukat ezen a területen, de nem ilyen jellegű szervezésbe és összetételbe, tehát ez ezért számít újnak. Például az érdi járás az inkább a belvíz, illetve az árvíz által veszélyeztetett terület, tehát az ide kapcsolódó járási mentőcsoport és a bent a mentőcsoport is esetlegesen erre készült, és ez a fő profilja, de próbálunk mindenre felkészült, amennyire lehet, ők is meg vannak hívva, jelen vannak ezen az értekezleten, és amilyen módon tudnak, akkor segítenek ők is ebben a tevékenységben, mind a polgárőrség, mind az önkéntes zolta egyesületek. A rendkívüli téli időjárás során fontos az állampolgárok felkészültsége és fegyelmezettsége is. Az öngondoskodás az, én úgy látom, hogy nem annyira tud megvalósulni mindig, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt, pedig fontos.
A legfontosabb, mint hangsúlyoztam az elején, a kommunikáció, tehát általában a különböző helyi és országos médiumok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy megfelelő módon tájékoztassák a lakosságot a várható helyzetről. Éppen ezért a rádióhallgatás, tévénézés, ilyen szemmel, ilyen figyelemmel, ez mindenféleképpen segítség a lakosság számára, és komolyan kell venni, amit mondanak önök, szerintem. Ez egyik, másik pedig, hogy hát igen, tehát érdemes úgy köszönni, hogy az ember hosszú útra indul, hogy nem szóval 100%-osan megbízni abban, hogy az autóból sose fog kifogyni a benzin, és soha nem fog lemerülni az akkumulátor, tehát érdemes pokrócot, melegkabátot, esetleg termoszba teát vagy kávét vinni, meg lehetőleg feltölt mobiltelefont, tehát használjuk ki a 21. század vívmányait, és szolgáljanak minket, hogyha már van mobiltelefonunk, akkor működjön is lehetőleg. A katasztrófa védelem munkatársai bíznak abban, hogy a nagy felkészülés ellenére enyhetelünk lesz idén. Ma délelőtt az érdi főtérre a mindenki karácsonyfájához is megérkezett a Mikulás. Sőt, a gyerekeket nem is egy, hanem egyszerre 4 télapó várta ajándékokkal. Többek között énekkel köszöntötték a gyerekek a télapót, aki természetesen nem volt rest belenyúlni a puttonyába. Ó, de hogy segítenek a Mikulás bácsinak ezek a gyerekek! Az érdi Fidesz néhány tagja tavaly örvendeztette meg először ilyen formában az érdi gyerekeket, és mivel a Mikulást mindenki szereti, így idén is a főtéren felállított karácsonyfánál várták a kicsiket. 4-en jöttünk a gyerekek örömére, és megmondom nektek, hogy a gyerekek szemébe belenézett a Mikulás bácsi, nekem ez bőségesen fedezte azt, és én szerintem mindegyikünknek az az öröm, amit ezeknek a gyerekeknek tudtunk nyújtani. A főtéri karácsonyfánál ma délelőtt elsősorban az óvodásokat várták a Mikulások. Kincses óvodából, majd a Felső utcai óvodából, tehát a környékbeli óvodákból jönnek a ide lévő óvodások, és így együtt ünnepeljünk a Mikulás napot. Míg holnap az iskolások találkozhatnak a télapóval. Holnap is ugyanúgy itt leszünk, várunk mindenkit nagy szeretettel, aki eljön erre az ünnepségre, ahol 4 Mikulást én szerintem nem nagyon látnak az emberek, tehát ezt a szeretetet szeretnénk átadni, és azokat a szeretetet, amit a gyereket nekünk a szemükbe tükröződnek, mi ezért csináljuk. Holnap várunk 10 órakor. Pénteken virradóra észak-északkelet felől beborul az ég, és ott többfelé számíthatunk havazásra, hószálingózásra, amely a délebre fekvő területeken havas eső, akár ónos eső formájában is hullhat. Északon, északnyugaton viharossá fokozódhat a szél, a minimumok -3 és +3 fok között várhatóak. Nappal északnyugat felől többfelé viharossá fokozódó szél kíséretében erős hidegfront érkezik, szorványosan alakulhat ki havas eső, hózápor. 3 és 6 fok között alakul a hőmérséklet a délutáni órákban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látták. Híreinket megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!